Veszprém szívem csücske, ott nőttem föl, gyerekkorom minden emléke onnan származik, természetes, hogy életemet, véremet Veszprémért. Tudomány, kultúra, művészetek, hagyományok, történelem, szóval minden arra predesztinálja ezt a várost, hogy végre megnyerje ezt a kiérdemelt címet, Európa kulturális fővárosa lehessen. Veszprém kulturális élete szempontjából nekem a zene volt az, ami leginkább meghatározó volt egész életemben. A zeneiskola, ahol 7 éves koromtól klarinétoztam, majd a Nyitrai Jazz Quartetben még szaxofonozhattam is. És természetesen mellette a kórus, Zámbó István karnagy szeretette meg velem a lovasi énekkarban a kórus éneklést, aztán meghívott még első éves koromban a Veszprém város vegyes karába, ahol egészen érettségig 4 éven keresztül énekeltem. Néha még a Veszprémi Szimfonikus Zenekarban is kisegíthettem, hogyha egyet több klarinétos kellett. Ezt az 5 dolgot, ugye 2 jazzzenekar, 2 kórus és néha egy-egy kis szimfonikus zenekaros muzsikálás, ez azt hiszem, hogy teljes mértékben kitöltötte minden időmet, amit valami fajta hobbi tevékenységgel tölthet egy ember. Balatont, hogyha valaki 10 km Balatontól lévő város nem von be egy ilyen pályázatba, az egy óriási hiba lenne. Hát a Balaton északi partja az ugyanúgy szívemhez nőtt. Azt hiszem 1-2 éves korom óta minden nyáron nyaralhattam ott szüleim intézetének, a Mávkinak és a Nevikének volt ott egy nyaralója, egy üdülője. És hát ott még akár csónakosként vagy Fükesanyi bácsi műhelyében hajós ács inasként is dolgozgattam. Ez nyilvánvaló, hogy magával hozza a vitorlázást, és mint hobbit, aztán későbbiek során már a borpincéknek a látogatását is, borkóstolás is egyik hobbiaim közé tartozik a gasztronómiával együtt. Ebben ugyancsak a Balaton északi partja páratlan.